Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával olyan találmányokat fogunk nektek megmutatni, amelyek simán megmenthetnék a bolygónkat. Ebben a videóban olyan ígéretes ötleteket és találmányokat fogtok látni, amik könnyedén segíthetnének a természeti katasztrófák megakadályozásában. 10. Beporzás segítő drón. A méhek, darazsak és lepkék porzási szokásai a bolygó ökoszisztémájának nagyon fontos részei. Ez a folyamat pedig elengedhetetlen a növény élővilág fenntartásához. A globális felmelegedés és a rovarirtószerek azonban nagy veszélyt jelentenek ezekre az élőlényekre. Bee activity is low when it's cold and this reduces pollination. Instead of bees, drones can do the work. A legrosszabb kimeneteltől félve, néhány holland tudós egy hatalmas áttöréssel rukkalt elő, ami nem más, mint a beporzás segítő drónok feltalálása. Ezek a drónok képesek lennének elvégezni a rovarok munkáját, ha ezek az élőlények valamilyen oknál fogva kipusztulnának. A drónok még abban is segíthetnének, hogy a kiemelkedően veszélyeztetett fajok túléljék a klímakatasztrófát. We can literally look at the plant level and tell if a plant is thirsty, if a plant needs nutrients, or if a plant is sick. 9. Korallzátony hűtőberendezés. A korallzátonyok pusztulása a klímaváltozás ellen küzdők egyik legnagyobb problémájává vált az utóbbi időben, mert a nagy korallzátony állománya fogy és folyamatosan pusztul. Ez pedig a trópusi halakat és a különböző tengeri állatokat is veszélybe sodorta. Lehetséges azonban, hogy egy arizonai mérnök, Mo Eshani megtalálta a megoldást a korallok kifehéredésének problémájára. Ezt a jelenséget főleg a tenger hőmérséklete okozza, ezért Eshani hatalmas csöveket telepíteni az óceán fenekére, ami hideg vizet pumpálna a korallok területére. These unique large diameter pipes can be made continuously on a boat and placed at the bottom of the ocean. A simple pump powered by the waves can deliver cool water from deep portions directly to these dying corals. Ez pedig segítene meggyógyítani a korallállományt. 8. Papír újrahasznosító. Ahogy az erdőirtás mértéke növekszik, az emberek sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mennyi papírt használnak a hétköznapokban. Az ügyben az Epson is igyekszik pozitív lépéseket tenni a Paperlab nevű találmánya segítségével. Ezt a gépet irodákba, bankokba, iskolákba és más üzletekbe helyeznék ki, és az emberek újra tudnák vele hasznosítani a felesleges papírhulladékot, a gép pedig egyből friss papírt készítene nekik, bármiféle fa kivágása nélkül. So the paper is put into the hopper, the front of device, and it's defibrized, it's mechanically broken down. And this is far more secure than shredding. Any information that's on the paper at this point is completely and utterly obliterated. A Paperlab mérete egyelőre elég hatalmas, de reményeink szerint később lesznek kisebb verziók is otthoni használatra, mert ezzel bizony drasztikusan csökkenteni tudnánk a papírfogyasztásunkat. 7. E-ring. Amikor az indiai feltaláló Anirudh Sharma realizálta, hogy a mumbai szennyezett levegő foltokat hagy a ruháján, az az ötlete támadt, hogy újrahasznosítja ezeket a szennyező gázokat, és valami teljesen másra használja fel őket. Megalapította a Gravity Labs nevű startupot, és feltalált egy szűrőt, ami képes volt a széndioxid 95%-át elraktározni az autó kipufogójából, majd ezekből különböző eszközöket készített. The reason why we're getting all this popularity is the simplicity of the idea. So whenever you see an uncontrolled combustion happening, when you burn any kind of fossil fuel, there's unburnt carbon. And this is the problem and this is exactly the thing that we use to make our inks. Ezek együttes neve Air Ink, és létezik belőle fújható festék, olajfesték és még toll is. Ezek a termékek több mint 11 millió forintnak megfelelő dollárt gyűjtöttek össze a Kickstarteren. A világ művészei pedig hamar felfedezték az ötletben a fantáziát, és azonnal használni is kezdték az innovatív tintát. Soon thousands of black and white pollution made artworks started emerging on a global scale. And believe me, for a group of scientists and engineers and inventors, there was nothing more satisfying that the produce of their work is now being used by some of the finest artists around the world. 6. Ekokapszulák. A miniházak és a kis életterek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek mostanában. Az ekokapszula pedig éppen az ilyen lelkes környezetvédőknek készült. A kapszulák most majdnem 29 millió forintba kerülnek, így elég drágának számítanak a mobilházakhoz képest, de az biztos, hogy adnak egy kis luxus életérzést a környezettudatos életmódnak. Ezeket a kapszulákat napelemekkel és szélturbinákkal működtetik, úgy néznek ki, mint egy tojás, és szinte bárhol el lehet őket helyezni.
A cég alapítója, Sona Polova, a jövőben szeretne olyan kapszulákat is létrehozni, amik extrém körülmények között is megállják a helyüket, hogy a világon tényleg mindenkinek lehetősége legyen használni a találmányát. The philosophy of this object is very simple, independent living in nature. Something like the pioneers in America who used to go far away and live off the grid. This is free living without any permanent connection. 5. Termikus hidrolízis. Mint minden más élőlény a Földön, az ember is termel salakanyagokat. A termikus hidrolízis forralás segítségével fertőtleníti az ürüléket, amit később elektromosság generálására vagy növények trágyázására is fel lehet használni. So the thermal hydrolysis is a particular technology which is dedicated on the sludge reduction and also to take the value from the sludge after digestion. A technológia segítségével ételmaradékokat vagy ipari hulladékot is újra lehet hasznosítani, mert a termikus hidrolízis még a mérgező anyagokat is fertőtleníteni tudja. We provide benefits in terms of capex savings to the wastewater treatment plant owners. Can build 1/3 of the normal sized digester. We improve biogas production and we produce 50% less cake. Ez a technológia pedig sokkal kényelmesebb, mint a tipikus csatornázás, mert tisztább, egészségesebb és olcsóbb is hosszú távon. És nem utolsó sorban, a szaga is kellemesebb. 4. Vízgőzös repülőgép. A légszennyezés csökkentésének egyik módja az is lehet, ha teljesen megszabadulunk a szennyező anyagoktól. A német tudós Joseph Kallo a repülés környezet tudatosabbá tételével igyekszik ebben segíteni. Olyan repülőgépeket akar építeni, amik akkumulátorok és vízgőz segítségével működnek. The Hy4 is an electrical emission-free aircraft. The energy of the hydrogen which we carried on board is converted directly and then fuel cell into electricity. A Hy4 egy utasszállító repülőgép, ami teljesen szénsemleges, és Kálló egész Németországban működtetni akarja őket, majd később az egész világra ki szeretné terjeszteni a hálózatát. An important task with this plane is to show that the reliability of the hydrogen fuel cell is so high that we can transport passengers. A Hy4 egy lépéssel közelebb visz minket a fenntartható közlekedéshez és a szénsemleges társadalomhoz. 3. Ocean Cleanup. Kevés probléma tudott akkora figyelmet generálni, mint a szennyezett óceánok problémája. Rengeteg törekvés létezik az óceánok tisztításának megvalósítására, ezek közül pedig az Ocean Cleanup a legnagyobb. Ez a találmány arra hivatott, hogy egy lebegőcső segítségével eltávolítsa a hulladékot a csendes óceáni szemétszigetből, ami most 3-szor akkora, mint Franciaország. Zaglinski, a surfer from Australia, and his business partner dreamed up the sea bin 3 years ago, frustrated by the growing amount of plastic and pollutants littering the water. Egy ehhez nagyon hasonló törekvés az ausztrál Sea Bin Project is. Ez az eszköz is pontosan a tengerek, illetve óceánok vizének tisztántartására lett kitalálva. Egy Bureo nevű chilei cég pedig azzal harcol a vízszennyezés ellen, hogy újrahasznosítja a szemeteket gördeszkává vagy napszemüveggé. A Saltwater Brewery pedig ehető csomagolásokkal próbál tenni az ügy érdekében. Saltwater Brewery presents edible six-pack rings. A six-pack ring that feeds animals instead of killing them. 2. Több funkciós napelemek. A napelemek rendkívül hasznosak, de elég drágák is, ezért sok ember nem tudja magának megengedni őket. Rengeteg cég dolgozik azon, hogy elérhetővé tegye a napelemeket szinte minden felületen, hogy bárki használhassa a tiszta napenergiát. Léteznek már napelemből készített ablakok, amik egy egész épületet üzemeltetni tudnak, de telefonképernyők is, amik lehetővé teszik, hogy szinte ne is kelljen tölteni a telefont. De a legérdekesebb találmány a Solar Roadways projekt, ami az autópályák felületét szeretné lefedni napelemekkel. There is a project in the United States called Solar Roadways, which consists of concrete slabs, including the solar cells plus tempered glass on top of it. Az MIT egyetem például elkezdett kísérletezni a baktérium alapú elektromossággal, és meglepően jó eredményeket értek el. Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vigasdíjas. Vízben oldódó zacskók. Ezek az egyszer használatos műanyag alternatívák sok szeméttől kimélnének meg minket. Szemétfogók. A baltimori Mr. Trashville elég befolyásos lett az utóbbi időben.
John Kellett designed and built the trash wheels, solar and water-powered machines that collect floating trash and drop it into dumpsters. Water Rotter. Ez a vízturbina a lassabb áramlatok segítségével generálja az energiát. Water Rotter over the last 8 years has been the only company that's actually been able to prove and extract energy from flows that are moving as slow as, even as slow as 1 mph. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, alternatív műanyag. Nem lehet tagadni, hogy az egyszer használatos műanyag hatalmas szennyezést okoz, és borzalmas hatással van az élővilágra. A műanyag azonban a legegyszerűbb módja a csomagolásnak, a tárolásnak, vagy tárgyak készítésének. Ezért az emberek már régóta próbálnak létrehozni olyan anyagokat, amik helyettesíthetnék a műanyagot. Az egyik ilyen környezetbarát csomagolóanyag az agar, ami könnyen csökkenteni tudna a papír és műanyag csomagolások használatát. Egy indiai cég, az Avani, pedig maniókából készít csomagolóanyagokat. A japán tudósok sem tétlenkedtek és előálltak egy megoldással, hiszen felfedezték a PET-íz enzimet, ami képes lebontani a műanyagot nyers alkotóelemeire, ezáltal pedig az anyag újrahasznosíthatóvá válik. Lehet, hogy mégis van remény a műanyagmentes jövőre. Ismertek még hasonló találmányokat? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!